Családi napot tartottak súlyos betegségben szenvedő, vagy abból kigyógyult gyerekeknek és szüleiknek Domonyvölgyben, a Ments Életet Alapítvány szervezte. A családok lovaskocsiztak, vagy akár versenyautókat is kipróbálhattak, és a gyerekek egy-egy kívánságát is teljesítették. Cukorágyú. Lovaskocsi, versenyautók és arcfestés is várta a gyerekeket Domonyvölgyben. Több százan vettek részt a Ments Életet Alapítvány családi napján. Egy távirányítós legó vonat, meg egy tűzoltóállomás. Gyárfás Áron a kívánságait sorolja. A 9 éves kisfiú és ikertestvére rengeteg időt töltöttek kórházban. Áron most újra beteg, ismét kezelésekre kell járnia. Sajnos kiderült, hogy kiújult neki a daganat, úgyhogy jelenleg ismét kezelés alatt áll. De nagyon jól viseli most, úgyhogy szerencsénk van, hogy el tudtunk jönni. A rendezvényre súlyos betegségben szenvedő, vagy abból kigyógyult gyermekeket és szüleiket várták. A színes programok mellett teljesítették a gyerekek egy-egy kívánságát is. Olyan ajándékot kaptak ugyanis, amelyre régóta vágytak. Áron legót szeretett volna, és teljesült is a kívánsága. Az alapítvány célja, hogy segítse és támogassa a nehéz időszakban a családokat. Hál' Istennek ez a kampány nagyon szépen működik. Az első időszakban évi 15-20 számot tudtunk megvalósítani. Most jelentem, hogy már 150-nél tartunk ebben az évben. Ez részben köszönhető a támogatóinknak is, sőt tulajdonképpen nagyban a támogatóinknak köszönhető. Ez egy rendhagyó ajándékozási mód, ugyanis mi megkeressük a felajánlót és összehozzuk a gyermekkel. Lázár Vilmos lovasparkjában 7. alkalommal gyűltek össze a gyerekek és családtagjaik. A fogadhajtó világbajnok elmondta, ez a nap nem csak a gyerekeknek, hanem a szervezőknek is ünnep. Ez az egész csapat, aki ilyen elhivatottan, ilyen lelkesen, ilyen szívvel, lélekkel, szeretettel csinálja ezt a munkát, amit ti is tapasztalhattok. Nekünk is ünnep az, nekik is ünnep az, mert igazából ezekből a tekintetekből, ezekből a szempillantásokból táplálkoznak egész évben. A segítségnyújtás nem egyéni feladat, hanem közös ügy. Erről már a szociális ügyekért felelős államtitkár, a rendezvény fővédnöke beszélt. Akkor tudjuk ezeket a családokat legjobban megsegíteni, hogyha abban az állam, az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, egyházak közösen vállalunk részt, közösen próbáljuk meg a terheiket csökkenteni, és ezért tartom nagyon értékesnek és fontosnak azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek természetesen támogatással vagy állami segítséggel is, de ezeknek a családjuknak a gondját viselik. A szervezők és támogatók szerint egy-egy ilyen program hozzájárulhat ahhoz, hogy a sok megpróbáltatás mellett a családok hétköznapjai elviselhetőbbek legyenek.